Szép jó estét mindenkinek, sziasztok! Na, ez az. Még egyszer. Ezt ilyenkor azért, mármint hogy azért mondtam, hogy még egyszer köszönök nektek, mert az elején már köszöntem, csak azért látom, hogy vagytok, akik még nem voltatok akkor itt. De azért rendesek vagytok, hogy kétszer is köszöntetek. Ez egy jó csapat. Ez egy jó csapat, azt hiszem. Mond? Szabad parancs. Na, hát akkor vágjunk bele az ige tanulmányozásába. Az elején szeretnék két mondatot mondani, mert a tanítás közben már nem szeretnék szabadkozni. És ez arról szól, hogy néha, amikor így dicsőítés vezetők imádkoznak, így a dicsőítés végén, akkor ez profétikus. Néha valamit Isten így megmutat nekik, amiről így nem is tudnak. És Andris azt imádkozta, hogy Uram, vizsgálj meg, és hogy kezd velem. És valóban ma egy olyan téma jön, egy olyan karakter, ami egy kicsit erről szól. Tehát ez nem tipikusan ez a hű, de pozitív üzenet lesz a HB életéről, hanem egy kicsit ez a megvizsgálós, kicsit ez a magunkban nézős. De remélem, hogy készen álltok erre. Remélem, hogy így ott vagytok, hogy Istenem, nézd belém, nézd meg, hogy mi van, és tedd helyre, ami nincs rendben. Úgyhogy erről fogunk beszélni, és szeretnék imádkozni előtte. Atyám, mindenható Isten, kérlek, hogy gyere. Kérlek, hogy most, ahogy kinyitjuk az igédet, te szólj a szívünkhöz direktben. Kérlek, hogy formáld át mindazt, amit át szeretnél. Szeretnénk neked teljes szabad teret adni, hogy azt tehesd ma este, amit csak szeretnél az életünkben. Kérjük, hogy tedd is ezt meg az Úr Jézus nevében. Amen. Szóval, ahogy előre vetítettem, folytatni fogjuk a hősködést. Hősök és antihősök, és a következő karakter Aháb király. Ki az, aki ismeri a történetét? Sőt, ki az, aki itt volt múlt héten, vagy hallotta az Illésről szóló tanítást? Mert akkor ti már hallottatok Aháb-ról, ugyanis ő a másik oldala ugyanennek a történetnek, de most az ő karakterére fogunk ráfókuszálni. Egy kicsi háttér. Aháb-nak a korszaka és Illésnek a korszaka ugye az a korszak Izraelben, amikor az ország ketté szakadt. Lehet, hogy emlékeztek erre, hogy ugye volt egy ilyen időszak, amikor Dávidnak ugyan megígérte Isten, hogy az ő trónja az megmarad, és hogy a Mesiás tőle fog jönni, de viszont az utána következő királyok gonoszok voltak, főleg Salamon miatt Isten azt mondta, hogy nem Salamon fia fogja az egész országot irányítani, hanem 10 törzs leszakad, és 2 törzs marad csak Dávid családjánál, ha úgy tetszik, és a másik ország élére másik királyt állított, Jeroboámot. És a 10 törzset tartalmazó ország, tehát a leszakadt ország volt Izrael, és ami megmaradt, az volt Júda. És Jeroboám volt ennek a leszakadt országnak az első királya, és ő elindult egy nagyon-nagyon durva úton. Az a furcsa, hogy a szakadás maga az Isten akarata volt. Ez elég döbbenetes, nem? Hogy Isten döntött úgy, hogy az országomat ketté szedem. És hogy Jeroboámot teszem oda. Tehát Jeroboámhoz proféta jött, és megmondta, hogy te leszel a király. Tehát abszolút Isten helyezte oda, ahol kellett lennie. Viszont abban a pillanatban, hogy király lett Jeroboám, ő elkövetett egy hibát. És ez az volt, hogy a saját kezébe vette azt, hogy megszilárdítsa a hatalmát. Onnantól kezdve nem Istenben bízott, hanem már abban bízott, hogy majd ő hoz olyan rendeleteket, sőt, ő hoz olyan vallási szabályokat, létrehozott egy új vallást, amivel biztosíthatja a hatalmát. És szerintem ez egy ilyen intőjel, mert keresztényként mi is meg tudjuk ezt tenni, hogy amikor bűnösök vagyunk, akkor nagyon szép az evangélium. Krisztus meghalt, kifizette az egészet, megmentett minket, örök életet adott, és az övé vagyunk, és az egész róla szól, az egészet ő végezte el, nincs benne semmi részünk, csak az elfogadása a kegyelemnek. De aztán hajlamosak vagyunk ilyen jeroboámi útra térni egy kicsit, hogy így már mi akarjuk bebiztosítani a pozíciónkat. Már mi akarjuk a cselekedeteinkkel bizonyítani, hogy mi tényleg méltók vagyunk az örök életre. Vagy legalábbis nem vagyunk arra méltók, hogy Isten ebből kirakjon minket. Nem tudom, hogy ti észreveszitek ezt magatokban. És a helyzet az, hogy a pozíciónk végleges. Aki úgy ül ma itt, hogy Krisztusban hisz, annak örök élete van. Ez az igazság. Nem kell semmit tennünk ahhoz, hogy ezt bebiztosítsuk. Nem kell a Jeroboámi úton járnunk. Na de a lényeg az, hogy Jeroboám volt az első király,
Aháb, akiről ma szó van, ő pedig a hetedik. És a hetes szám az mindig a teljesség, ugye? Valami, ami beteljesedik. És valóban Ahábban teljesedik be ez a jeroboámi vonal. Tehát ő az, akiről azt mondja a Biblia, majd mindjárt látjátok, hogy nem volt nála gonoszabb királya addig Izraelnek. Úgyhogy nézzük is meg, 1 Királyok 16-hoz lapozzatok, légy szíves. És onnan fogom olvasni a 30. verstől, négy verset. 1 Királyok 16:30. A képernyőkön is kint van. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a Szidónia királyának, Etbaálnak a lányát, és Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított neki a Baál templomban, amelyet Samáriában épített. Készítetett Aháb egy aséra szobrot is, és többet bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte Izrael bármelyik királya. És akkor itt állnék meg. Itt látjuk Ahábot először. Ezek gyakorlatilag az első versek, amik róla szólnak a Bibliában, és nem is fogok sokkal tovább menni, mert szinte benne van minden, ami ő volt. Nézzétek, azt látjuk, hogy egyrészt az ige leszögezi, hogy ő a jeroboámi utat vitte tovább. Mert azt mondja a 31. versben, hogy nem csak, hogy folytatta a jeroboámnak a vétkét. De azt is mondja az ige, hogy ő még rátett egy lapáttal. Tehát, hogy nem állt meg ott, ahol Jeroboám, hanem még rátett egy lapáttal, és még gonoszabb volt, és úgy tűnik, hogy a gonoszsága, amivel rátett a lapátra, az, hogy megnősült és rosszul. Jezábelt vette el, és kicsit lehet, hogy felmerül bennetek, hogy most mi? Tehát ez volt az a nagy gonoszság, hogy elvett egy nőt, aki Isten szerint nem volt kóser? Tehát, hogy ez volt a nagy gond. A gond az volt, hogy Jezábel mit hozott. És figyeljétek meg, hogy mit hozott. Jezábel Etbaálnak, a Szidón királyának a lánya volt. Most azt tudnotok, hogy akkoriban ugye Izraelt szorongatta Szíria és Asszíria, tehát Aháb valószínűleg keresett szövetségest, és rátalált a föniciaiakra, vagyis szidóniakra, akik a földközi tenger térségét utalták, a nagyvárosaik Szidón, és hú, mi a másik? Tírusz. Várj, Jézus beszélt róluk, csak teszteltelek titeket. És ők voltak a szidóniak, és ami durva, hogy ott a király az nem csak egy politikai vezető volt. Tehát ez az Etbaál, akinek Jezabel a lánya volt, ő nem csak egy politikai vezető volt, hanem ő volt a főpapja a Baál és az Aséra kultusznak. Na most, hogy el tudjátok képzelni, hogy mit jelent ez, hogy Baál kultusz, ez gyakorlatilag a termékenység kultusza, a jó termés kultusza, amit úgy próbáltak elősegíteni, hogy ezernyi és ezernyi templomi prostituált szolgált ennek az Istennek a szolgáltatásaival, és ezzel akarták rávenni Istent, hogy adjon jó termést, és ilyen szent orgiákat rendeztek. Szóval ez az a környezet, ahonnan ez a Jezábel nevű leányzó hozzámegy Izrael Isten választott népének a királyához. Ahábban ezt látjuk, hogy azért nősült rosszul, mert az ő szemében ő nem úgy gondolkozott magáról, hogy ő alapvetően Isten népének a királya, hanem ő úgy gondolkozott magáról, hogy ő alapvetően egy politikus, aki be akarja biztosítani a pozícióját, mint Jeroboám, és ha kell, akkor szövetséget köt az ellenséggel is. A durva dolog az, hogy mekkora paradoxon, nem? Hogy miközben Jézabel jön és felépít egy templomot a Baálnak, és bevezeti a Baál kultuszt Izraelben, ami következik, az nem a termékeny időszak, hanem 3,5 év szárazság. És ez nagyon sokszor igaz, hogy amit a bálványok ígérnek, az kamu. Azt nem hozzák. Az egy hazugság. És Aháb is meg fogja ezt látni. Na, mi volt az igazi baj Ahábbal? Szeretnék erre rátérni itt ebből a részből. Én azt látom, hogy Aháb szíve megosztott volt. Hogy az a furcsa, hogy nem úgy volt ő gonosz, hogy valami brutális dolgokat csinált. Nem úgy volt ő gonosz, hogy Isten egyáltalán nem érdekelte, és hogy a hitnek hátat fordított. Hanem, hogy a hit az a sokadik helyen volt az életében. És volt egy csomó dolog előtte. Például a politikai karrierje. Nem úgy gondolkozott magáról elsősorban, hogy én Isten népének a királya vagyok. Hanem úgy gondolkozott róla, hogy ja, hát az is vagyok, de egyébként én szeretném itt megstabilizálni a helyzetemet. És ez azért fontos nekünk, akik itt ültök ebben a teremben most, ezen a vasárnap estén. Mert az ige azt mondja az 1 Péter 2:9-ben rólunk,
hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Szóval, hogy nálunk is ott van ez a kérdés az életünkben, hogy nekünk így hanyadik helyen van a hit. Hanyadik helyen van Isten? Hol van ez a mi identitásunkban? Vagy ez a sokadik, vagy ez ott van közvetlenül az elején? Ugye mondtam, hogy ez nem az easy tanítás lesz. És innentől kezdve, hogy Aháb meghozza ezt a döntést, hogy elveszi ezt a nőt, onnantól kezdve az élete végig erről a megosztottságról szól, erről a megosztott szívről. Egy megosztott szív. Azt látjuk, hogy többször hallgatott Illésre, a prófétára. Például amikor Illés azt mondta, hogy gyűjtsd össze a Baál prófétáit Kármelhegyre, akkor ugye Aháb ment és megcsinálta. Vagy amikor Illés azt mondta, hogy jó, jön az eső, úgyhogy menj, egyél és igyál, akkor Aháb beült a kocsiba, felszállt a szekerére, és ment, és evett, és ivott. Vagy azt látjuk, hogy amikor ment háborúba, akkor megkérdezte az urat a prófétákon keresztül. Tehát Aháb nem azt csinálta, hogy így kihagyta Istent, de azt látjuk, hogy közben nem tudott ellenállni a felesége gonoszságainak. Aki mellesleg kinyiratta az úr papjait. Aki fölépítette a Baál kultuszt az országban. És Aháb, a király, ezt így végignézte, és nem szólt semmit. És hagyta, hogy ez megtörténjen. Igazából ezért adtam azt a címet ennek a tanításnak, hogy a papucs király. Mert ezt látjuk Aháb életében, hogy ő egy papucs volt. Szerette volna az urat is, de szerette volna, amit a bálványok is ígérnek, szeretett volna a feleségének is megfelelni, de szeretett volna az úrnak is megfelelni. És az egész élet egy ilyen lavírozás volt. Szerintem olyan volt, mint a magyar Gedeon bácsi. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a sort, hogy Gedeon bácsi egy sámlin reszket, és csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. Ez megvan? A híres magyar dalból. Tehát, hogy valahol Aháb, így látom, hogy egész életében lavírozott. Be kell hozni a kultúrát, nem? A gyülekezet. Az eredménye, és itt most elugrok az uralkodásának a kezdetétől a végére, hogy összegzi Isten az ő életét. 1 Királyok 21-25-ben ezt olvassuk. Isten azt mondja Ahábról, nem volt senki, aki annyira elvetemült lett volna, mint Aháb, aki folyton csak azt tegye, amit rossznak lát az Úr, mert félrevezette a felesége Jezábel. Tudjátok, ez az üzenet, amit Isten a szívemre helyezett, és komolyan őszintén, én nem sokszor vagyok így, de néha vagyok így, hogy így imádkozok az Úrhoz, hogy biztos kell ezt mondanom? Hogy ez durva. Mi van, hogyha kiakadnak az emberek? Mi van, hogyha így azt mondják, hogy hú, ez túl kemény beszéd? De azt hiszem, hogy most mégis az Úr ezt erősítette maga szívembe. Figyeljetek, hogy Isten gyűlöli a lavírozást. Isten gyűlöli a két szívűséget. Ami Ahábban volt, ezt a megosztott szívet. És az a helyzet, hogy mi keresztényként itt a 21. században ugyanígy tudunk lavírozni Isten és a bálványaink között. És lehet, hogy erre azt mondjátok, hogy hát nem láttam olyan Facebook eventet, hogy hívtak volna valami szent orgiára, mert hogy Baál kultusz lenne. Vagy én nem veszek részt a Baál kultuszban, hogy miről beszélsz? Tehát, hogy így milyen bálványok? Mert ugye egyébként, ha elmész Ázsiába, vagy elmentek valahova a világba, lehet látni bálványokat, szobrokat, amielőtt hajlonganak az emberek. Láttam, és dermesztő látvány volt. De itt, ma, Magyarországon ez nincsen. Akkor hogy jön ez a mi életünkben? Hogy tesszük ezt helyre? Hogy ne lavírozzunk a bálványok között. Az egyik kedvenc szerzőm, akit Tim Kellernek hívnak, lehet, hogy néhányan ismeritek. Van magyarul is megjelent könyve, például Hit és kételkedés, és egy néhány. Most megjelent magyarul ez a könyve is, a bálványaink. És ebben beszél arról, hogy mi az a három modern bálvány, ami most van, és ami nagyon könnyen keresztényeket is így beránt, és így könnyű ezek között és Isten között lavírozni. És figyeljetek, három dolgot mond Keller. Azt mondja, hogy az egyik bálványunk a boldogság. Gyere haza. Ezt nem Keller mondta. Nem érdekel? Nem éneklek. Majd a végén, a dicsőítésben, amikor ti álltok itt fent. Jó? Ez egy jobb felállás. Mai korban van egy ilyen bálványa az embereknek, hogy a boldogság az mindenek fölött. Nem számít, hogy Isten szava mit mond, vagyis számít, mert szeretjük a Bibliát. De ha netán olyat mond, ami aztán szembe megy azzal, ahogy én szeretném elérni a boldogságomat, vagy amitől remélem a boldogságomat,
akkor időnként félretesszük a Bibliát. Ilyenkor az történik, hogy a boldogság lett a bálványunk. Hogy ez úgymond minden fölött áll, és mindennél fontosabb, hogy ezt megszerezzük. Hányszor halljuk ezt a dolgot, nem? Bármi történik az életedben. Nem baj, én csak azt akarom, hogy boldog legyél. És szülőként ezt ültetjük el a gyerekeinkbe. És én annyira szeretném úgy nevelni a gyerekeimet. Képzeljétek, amikor tanítok, akkor otthon néha így megpuszíják a tévét. Mert hogy hiányolnak itt, amikor itt vagyok. De hogy én annyira szeretném, ha ezek a gyerekek úgy nőnének fel, hogy nem az a lényeg, hogy boldogok legyenek. Hanem az a lényeg, hogy szeressék az Urat, és hogy vele járjanak. Amitől egyébként boldogok lesznek. De értitek, hogy milyen paradox, ha a boldogság után mennek, akkor pont belesznek csapva. A második bálvány a boldogság után, az az igaz szerelem, ezt mondja Keller. A világot ezt hajtja. Ő az igazi? Nem, lehet, hogy nem ő az igazi. Lehet, hogy ez a másik az igazi. Szakítok. Ő mégsem az igazi. Lehet, hogy az előző volt az igazi. Vagy a következő az igazi. És figyeljétek meg, hogy az emberek így mennek, így párkapcsolatról párkapcsolatra, és nem azért, mert rossz emberek, hanem azért, mert ami az életüket hajtja, hogy keresik az igaz szerelmet. És ez az a fura, hogy a boldogság is, meg az igaz szerelem is Istentől egy ajándék, ha van. De ha ez válik az Istenné, ha ez válik a vezérlő dologgá, akkor ez egy bálvány. És a harmadik dolog, amit mond Keller, harmadik bálvány, az az élet, amit elképzeltünk. A jó élet. Hogy én elképzelem, hogy én milyen kényelmet szeretnék. Hogy elképzelem, hogy mi az a fizetési szint, amit szeretnék. Mi az az életszínvonal, amit szeretnék élni. Mi az a ház, mi az a kocsi, amit szeretnék. Mi az a nő, amit szeretnék. Mi az a... Értitek, hogy elképzelünk valamit, hogy milyen egy ideális élet, és mindent ennek rendelünk alá. És lehet, hogy azt mondom, hogy tudod, most nincs annyira időm gyülibe járni, mert hát vállaltam egy másik munkát, mert több pénzt kapok. És nem vesszük észre, hogy amit csinálunk, hogy belesodródunk egy bálvány imádásba. Hogy az életünket már egy, és látjátok, nem ijesztő, nem hajlongunk előtte, mint egy szobor előtt. Észrevétlen, hogy a vezérlő elve az életünknek már nem az, hogy Istené az egész szívünk, hanem hogy megosztott, hogy szeretjük mi Istent, de vannak fontos dolgok az életünkben. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ez Isten szemében ugyanúgy elvetemült, mint Aháb. És nagyon fontos itt leszögezni, mielőtt még azt mondjátok, hogy na, bejöttem vasárnap este, és halljátok, arról volt szó, hogy mindannyian bálványimádók vagyunk. Tehát, és mindannyian ugyanúgy járunk, mint Aháb. Nem ez a célom, mert mi az Új Szövetségben a kegyelem alatt vagyunk. Ha hiszel Jézus Krisztusban, az ő kegyelme betakar, az ő vére betakar, és örök életed van. És ez egy nagyon fontos különbség, hogy nem erről szól ez a dolog, de arról szól, hogy miközben Isten megoldotta, hogy mi a bűneinkkel ne veszíthessük el az üdvösségünket, az ő szíve nem változott. És miközben elfogadja azt az embert, aki lavírozik, és úgy dönt, hogy szereti, és akkor is csak azért is üdvözíti. Mindeközben továbbra is gyűlöli a lavírozást. Annyira, hogy a Jelenések 3-ban a laodiceai gyülekezetnek ezt mondja Jézus, tudok a cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. De mivel langyos vagy, és sem forró, se nem hideg, kiköplek a számból. És tudjátok, mit mondott az eredeti? Hogy kiokádlak. Azt hiszem, a Károli még hozta is ezt. Hogy Isten így érez arról, amikor mi lavírozunk. Amikor sem hideg, sem forró. Úgyhogy figyeljetek, arra szeretnélek ma bátorítani titeket, és ez a fő gondolatom, hogy Isten nem osztozik senkivel. Ő egy kicsit ilyen mindent vagy semmit Isten. Ő szeretné, ha az egész szívünket neki adnánk. Az egész életünk így csak róla szólna. És lehet, hogy azt mondja, hogy az radikális. Ja, az is radikális, hogy van egy Isten, aki testet öltött, és lejött, és fölment egy keresztre, és hagyta, hogy azok az inak verjék a testébe a szögeket, amit ő tervezett meg. Valami ez radikális. És ez az Isten azt kéri tőlünk, hogy csak add nekem a teljes szívedet. Azt hiszem, hogy méltó rá, hogy megkapja. Méltó rá. És volt egy misszionárius mozgalom az 1700-as években, úgy hívták őket, hogy a morva misszionáriusok. A Herrnhuti testvérközösségből. A mai napig őket tanulmányozzák missziológusok, hogy mit tudtak ők, hogy olyan messzire eljutottak olyan régen Facebook meg minden nélkül. Lehet, hogy ezért nem Facebookoztak, mentek, tudod. De hogy ahogy ellökték a csónakot a partról, és benne voltak ezek a 20 éves misszionáriusok. És így integettek nekik a testvérek a partról, és tudjátok, kb. Alig jött közülük vissza valaki.
És ezt mondták, hogy méltó a megöletett bárány, hogy megkapja a szenvedésének a jutalmát minden nemzetben. És ez hajtotta őket. És nem azt mondták, hogy jaj, hát nem fér bele. Jézus erre méltó, hogy megkapja az egész szívünket. De ami, hát lehet, hogy ez nekünk így közelebb áll, hogy egyébként nekünk is ez a legjobb, ha a teljes szívünk Istené. Mert ezek a dolgok, amit hajkurászunk, ezeket soha nem kapjuk meg, ha ezeket hajkurászunk. Ha úgy éled az életet, hogy a boldogságot akarod, nem leszel boldog. Ha az igaz szerelmet keresed, nem fogod megtalálni. Ha csak arra fókuszálsz, hogy így a jó életet érd el, akkor lehet, hogy megéred, de nem fog megelégíteni, nem lesz elég. És mekkora paradoxon, nézzétek, hogy Aháb életében ő nem akarta így csak Istennek adni az életét. Ő azt akarta, hogy így legyenek ott a bálványok is. És tudjátok, hogy halt meg Aháb? Úgy halt meg, hogy úgy ment el egy csatába, hogy áruhába öltözött. Mert tudták, hogy a királyt fogják keresni a mesterlövészek. És őt akarják először kilőni. Ezért áruhába ment, hogy ne lássák. És egyszer csak az ellenség közül az egyik katona így találomra kilőtt egy nyilat. Elment valahova, a búzsba, mondanánk magyarul. És eltalálta Ahábot, és meghalt. És a vére a kocsijába folyt bele. És abból a kutyák nyalták ki a vérét. És utána az egész családját kiirtották. A legidősebbtől a legfiatalabbig. Mit ért el Aháb azzal, hogy azt mondta, hogy én szeretném, amit a bálványok adnak, azt is. Nem csak Istent akarom. Semmit. És közben viszont, és ez itt a bátorítás, hogy nem kell félnünk attól, hogyha az egész szívünket így odaadjuk Istennek, akkor majd ő ezzel visszaél. Hogy ő tartogat tőlünk valamit. Mert az a fura paradoxon, hogyha úgy döntünk, hogy csak Isten kell nekünk, akkor ő mindent megad. Nézzétek, Róma 8, 32. Aki a tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Látjátok, elhisszük ezt? Én így belegondolok, hogy elhisszük ezt? Hogy mindent nekünk akar adni Isten, hogy nem tartogat semmit. Úgyhogy itt az utolsó gondolatom, és utána pedig át fogunk menni egy interjúba Josh-sal. Mert szeretném, ha látnátok, hogy ez ma a gyakorlatban így hogy néz ki. Itt van ez a következő dolog, ez az utolsó gondolatom, igazából egy átvezetés. Hogy azért vállaltam be, hogy hozok egy ilyen keményebb üzenetet ma. Mert hiszem azt, teljes szívemből hiszem, hogy Isten akar hozni egy új ébredést Európába. Hiszem, hogy akar egy ébredést hozni Magyarországra. Nem ilyen hirtelen valami fellángolásra gondolok, amiről így jól lehet a Facebookon posztolni, meg hashtag Hungary Revival, tudjátok. Hanem őszinte szívből hiszem, hogy akar Isten. Tudjátok, Európa az egyetlen kontinens, ahol nem nő a hit. És ez nincs jó. És hiszem, hogy Isten ma azt csinálja, hogy ő fel akar nevelni egy nemzedéket, és Josh-sal sokat beszéltünk erről, hogy fel akar nevelni egy nemzedéket itt is, akik azt mondják Istennek, hogy teljes szívvel a tied vagyunk, hogy nem lavírozunk, hogy csak te. Kredit Pintér Bélának. Dávid király, ő egy ilyen ember volt. Azt mondja a 27. Zsoltár 4. versében, és ez az utolsó ige versem, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassam egész életemben, és láthassam, hogy milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Látjátok, Dávid király, aki gazdag volt, aki egy szuper csávó volt, aki egy hős volt. Ő azt mondta, hogy engem egyetlen egy dolog mozgat az életbe. Egyetlen egy dolog van, amit, hogyha bármit kérek Istentől, ez az egy dolog lesz. És ez az, hogy közelebb ő hozzá. Hogy csak Isten van. Hogy Dávid egy ilyen szívű ember volt. És azt mondja róla az ige, hogy Isten szíve szerinti ember volt. Úgyhogy azt szeretném, hogyha egy kicsit így erre a témára alapozva, ebből így kiindulva fogunk most beszélgetni, úgyhogy hívlak Josh, hogy gyertek fel, illetve Balást, aki fordítani fog nekünk, gyertek srácok,
meg azt hiszem, hogy Dorka fog nekünk ezeket a székeket segíteni ide felpakolni. Egy kicsit átmegyünk ilyen talk show-ba, mert azért azt szeretném, hogyha látnátok, hogy mit csinál Isten. És nagyon remélem, hogy miután jött egy ilyen kemény üzenet, nem úgy fogtok elmenni, hogy így levagytok dorongolva, hanem hogy fel vagytok emelve, és láttok célt magatok előtt, hogy így felpesdül a szívünk, hogy mit csinál Isten. Jó? Úgyhogy egy fél perc technikai átállás. Ez itt a heti hármas. Gyere. Addig, so I will just introduce you. I said the same thing in the morning, so don't freak out. Szóval, igazából bemutatom nektek azért röviden Josh Jót, akiről azt kell tudni, hogy... Mi történik ma este? Tehát így a fények elmennek, a tolmács így leesik. Jó, hogy nem kellett feltámasztani téged, így kiesel a színpadról, érted? És mehetünk volna imádkozni. Nem, imádkoztunk volna. Na, szóval... ez mekkora. Szóval... néhányszor már említettem, és már lehet, hogy néhányan így unjátok is, hogy Josh-t egy olyan világtalálkozón ismertem meg, ami Indonéziában volt tavaly nyáron, és ahol egy missziós szervezet összeszedett 150 országból olyan fiatal keresztény vezetőket 25 és 35 év között, akik így tényleg látszik, hogy az országukban hatással lesznek arra, hogy a misszió ugye az így menjen előre, és hogy az evangélium végre így mindenhova eljusson. És ott ő volt az egyik dicsőítés vezető, és voltunk egy ilyen tervező találkozón ehhez, amikor egy ilyen, tehát ez egy nagyon vicces dolog, amikor ilyen 14 nemzetből, 6 kontinensről Indonéziában beülünk egy koreai barbecue helyre, ahol megkér a maláj barátom, hogy tanítsam meg neki azt a szót magyarul, hogy tesó. És megtanulta, úgyhogy azóta úgy hív engem, hogy tesó, és én is így hívom őt, úgyhogy innen a kapcsolat. És utána ezen a világtalálkozón volt egy este, amikor nem volt tanítás, nem volt semmi, hanem ima volt. Ez egy ima és közben járó este volt a nemzetekért. És kezdtük azzal, hogy így bűnbánatot tartottunk, és jöttünk Isten elé. És utána így kértük Istent, hogy mutasson dolgokat, hogy mit szeretne csinálni. És Josh vezette ezt az ima alkalmat, és annyira sok ember mondta azt, hogy így Isten szólt hozzájuk ezen keresztül, hogy felírtam, szó szerint beírtam, van egy ilyen ima alkalmazásom, hogy imádkozzak azért, hogy Josh jöjjön Magyarországra. És ez ilyen hihetetlen volt, de... pár hónappal később itt van, és mondtam neki, hogy hoztam el a reptérről, hogy így én nem hittem, hogy ezt így Isten megválaszolja. Tök hitetlen voltam, de Istennek azt hiszem, hogy ezzel terve van. Úgyhogy lehetne, hogy egy ilyen magyaros köszöntést adjunk neki, hogy így itthon érezze magát. Megkérdezte azért, hogy ez közvetítve van-e, mert hogy akkor ennek fényében fog beszélni. Szóval az első kérdésem, hogyha beszállnál egy liftbe, és csak egy percet lenne ezekkel az emberekkel, mind benne lennének a liftbe, és szeretnéd, hogy így megismerjenek téged, bemutatkoznál egy percben, akkor hogy mit mondanál, hogy ki vagy te, honnan jössz, mit csinálsz, miért vagy itt? Nem, én hívtalak részben. Hi. So my name is Josh, and I am from Penang, Malaysia. It's a small island in the South China Sea-ish area. Szóval Josh vagyok, és én Malajzia Penang szigetéről jöttem, ami a dél-kínai tengeren fekszik. Anybody here been to Malaysia? Volt már valaki Malajziában közületek? None. You're all invited. Please come. Mindenki meg van hívva. You don't even need a visa. To come in. Three months, you can come to Malaysia. But I lead, I'm the founder and director of the Penang House of Prayer. Szóval én a Penangi Imádságháznak vagyok az alapítója és vezetője. And it's an interdenominational ministry that we've been running for the past 8 years. Ez egy felekezetközi szolgálat, ami 8 éve fut. And if you're doing the math, I'm older than you think. És ha kiszámoljátok közben ezt a dolgot, akkor valószínűleg idősebb vagyok, mint gondolnátok. But younger than I look.
fiatalabb, mint amennyinek kinézek. And so we have been involved in this ministry for the past 8 years. Úgyhogy 8 éve vezetjük ezt a szolgálatot. And part of what that has involved is I travel quite a bit. Ennek az egyik része az, hogy rengeteget utazom. And we've started like many houses of prayer within the region of Southeast Asia. És Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok más helyen indítottunk hasonló imádságházakat. Just a couple of weeks before I came here, we had a gathering of prayer leaders. Pár héttel az érkezésem előtt volt egy ilyen imavezetői találkozó. And we had about 72 leaders representing 21 different houses of prayer coming together for a few days in Penang, Malaysia. Ott 72 vezető jött össze, 21 különböző ilyen imádságházból. Majority of them are below 30. A többségük 30 év alatti. Majority of them are living by faith. A többségük hitből él. And they're actually seeing a revival breaking out in their nations. És ezekben az országokban, ahol ők szolgálnak, egy ébredés van kibontakozóban. And so this is where the elevator reaches the second floor and I have to leave. Úgyhogy most érkezett meg a lift a második emeletre, úgyhogy ki kéne szállnom. Bye. Sziasztok. Szóval a következő kérdés az, hogy igazából mi egy imádságháza? Tehát hogy mutat, mi történik ott? So what's a house of prayer? What happens? So a house of prayer is, so I believe that it's something that we didn't start. It's not a new idea. Úgy gondolom, hogy az én imádságházat nem mi kezdtük el, nem új ötlet. You know, it's cool. You preached this message this morning, right? But today, this guy is amazing translator. És Peti reggel is ezt az üzenetet tolmácsolt, vagy adta. Tanította, igen. Did he translate that? He's I'm an amazing translator, is that what you said? Azt mondta még a Josh, hogy egy nagyszerű tolmács a Balázs. Thanks, Josh. So, I know, Attila actually talked about King David. Szóval én Dávid királyról szerettem volna beszélni. And David was, we all know David. Dávidot mindannyian ismerjük. We know him as the killer of giants. Úgy ismerjük, mint egy óriás örült. Or maybe you know him as the guy who was like spying on people when, you know, they were showering. Vagy a kukkolót. Awkward. But really, the thing that marked David's life was that he made a vow. A Dávid életében a legfontosabb az volt, hogy ő tett egy esküt. And that vow literally changed the course of history. És ez az eskü megváltoztatta a történelmet. In Psalm 132, he says that I will not sleep or give slumber to my eyelids until I find a resting place for the Lord. A 32-es Zsoltárban azt írja, hogy addig nem alszom, vagy pihenek meg, amíg nem találok megfelelő helyet az Úrnak. And so he created a place where God was worshipped 24/7. Szóval létrehozott egy olyan helyet, ahol Istent a hét minden napján és egész nap dicsérték. You know, before that was Moses' tabernacle, and you could not come before the glory of God. Ezelőtt ugye megvolt Mózes idejében a szentély, ahol nem lehetett Isten jelenlétébe belépni. But David removed that veil, and he put singers and musicians to minister to the Lord. Dávid ezt a kápítot, vagy elválasztót, ezt elvette onnan, és zenészeket és énekeseket helyezett Isten házában. And throughout history, men and women have been inspired by that. És ez rengeteg embert mozdított meg és inspirált utána a történelemben. The Moravians that Attila was talking about, the reason that they were able to go and give their lives was they were actually involved in a 100-year-long worship and prayer meeting that did not stop. A morva misszionáriusok is, akiket Peti említett az előbb, ők is azért tudták végezni a szolgálatukat, mert mögöttük volt egy 100 évig tartó folyamatos dicsőítő. Is there anyone here 100 years old? Van, aki közületek van legalább 100 éves? Some of you say I look like I'm 100, but I'm not. Lehet, van, aki úgy gondolja, hogy 100 évesnek néz ki tudja. But imagine 100 years non-stop prayer and worship. Gondoljatok csak bele, hogy 100 évig folyamatosan megállás nélkül. And when you're in the presence of God that much, his burdens become your burdens, and that's why the Moravians went. És amikor ennyi időt tölt az ember Isten jelenlétében, akkor ami az ő szívét nyomja, az a te szívedet is elkezdi nyomni, és ezért mentek. És so that's what the house of prayer is. It's that same spirit of ministering to the presence of God day and night. Erről szól az imádságháza is. Ez a lelkület van mögötte, ez a szolgálat, és ez az ima. That produces within our hearts a love for God is the great commandment. Ami a szívünkben
Igen. Ami a szívünkben beleírja ugyanígy a Isten szeretetét és ezt a nagy parancsolatot, hogy ezt vigyük tovább. And this love for God produces love for people. Ez a szeretet, ami pedig Istentől jön, ez az, ami inspirálja az emberek felé. Which is the Great Commission. És ez az a nagy kiküldetés, amit Jézus meghagyott. And so the house of prayer is a catalyst to restore something that is maybe lost or needs to be recovered in the church. Úgyhogy az imádságház az egyfajta ilyen katalizátor, ami segít megtalálni valamit, ami esetleg nem volt meg, vagy amit elvesztettél korábban. But we got more questions, so you can talk to me later. De hogyha van még kérdésetek, beszélhetünk erről. Tényleg annyira jó látni, hogy így ez mindig az igéből táplálkozik meg, hogy ezek nem új dolgok, meg új kezdemények, de szerintem így Európában így tanulhatunk azoktól a területektől, ahol Isten most így nagyon működik. Talán nem véletlen, hogy itt válaszol. Az a következő kérdésem, hogy ugye van ilyen belső információm, hogy nem direktben Malajziából érkeztél most, hanem néhány napot Törökországban töltöttél. És szeretnék megkérdezni, hogy itt mit csináltál. Úgy tudom, hogy misszionáriusokkal találkoztál, akik az egész világon szolgálnak. És hogy milyen benyomások értek, milyen emberekkel találkoztál. Van-e olyan történet, ami ezek közül így kiemelkedik, kimagaslik? Yeah, I can't give too much details because apparently we're being broadcast. Túl sok részletet nem oszthatok meg a közvetítés miatt. But I can say that the week that I was in Turkey really marked my life in a very significant way. De azt elmondhatom, hogy a Törökországban töltött hét, az nagyon erősen hatással volt az életemben. The majority of the people there were like in their early 20s. Az ott lévő emberek többsége 20 éves. So I felt really old. Úgyhogy ott nagyon idősnek éreztem magam. Some of you are still trying to guess my age. Biztos, hogy mindenkinek még zakatolnak az agykerekek, hogy hány éves vagyok akkor. Oh no. And the thing was, these young people, they have laid down their lives to see the gospel being preached in the nations. Ezek a fiatalok arra tették fel az életüket, hogy Isten hirdessék a nemzeteknek. There are teams that are in Turkey that for the past 4 years, I mean, early 20s, they moved there, they're now in their late 20s, and they've given their 4 years of their lives already to learn the Turkish language. És vannak olyanok közöttük, akik például a 20-as éveik elején költöztek Törökországba, most már a 20-as éveik vége felé járnak, és 4 évet rászántak arra az életükből, hogy közben megtanulják a török nyelvet. In a country that's 99% Muslim, you can't just go into like a nice converted cinema and attend a church. És egy olyan országban, mint Törökország, amelynek 99% a muszlim, nem lehet csak így elmenni egy átalakított moziterembe beülni Isten tiszteletre. But you know, the thing that gripped my heart was that Turkey is actually the land that the Apostle Paul labored for all of his life. A másik dolog, ami viszont nagyon megragadott, az, hogy Törökország az a terület, amiért Pál apostol az élete legnagyobb részében munkálkodott. You read the book of Acts, you know, and I was standing on the shore that Apostle Paul actually sailed from after his first missionary journey. És én például ott álltam azon a part szakaszon, ahonnan Pál apostol kihajózott az első missziós útjára. And my heart came alive. És ez teljesen felpestítette szívemet. But it also gripped with this sadness that 99% of the nation is Muslim. De ugyanakkor a szomorúság is magával ragadott, hiszen láttam, hogy az országnak a 99%-a muszlim. But these men and women, they have given their lives to see the gospel being preached, and recently they saw converts, they're baptizing Muslims. Ezek az emberek föltették az életüket arra, hogy az evangéliumot hirdessék itt, és nemrég láttak is sok-sok megtérőt. Young people, they're not super evangelists. Ezek fiatal emberek, és nem ilyen szuper evangélisták. They don't have mega ministries, they don't have a website you can look for them, but they're regular people like you and me who have seen the worthiness of Christ and said yes to him. Nincsenek ilyen szuper szolgálataik, nincs weboldaluk, amiket megnézhetnél. Ők egyszerűen mindennapi emberek, mint te meg én, akik rászántak az életüket arra, hogy ezt a munkát végezzék. There are teams in Nepal. Vannak csapatok Nepálban. There are teams in India where it's really hard to be a believer right now. Vannak csapatok Indiában, ahol szintén nem könnyű jelenleg hívőnek lenni. There are teams in China, and my dear friends were just recently kicked out of China because of what they're doing there. És vannak hasonló csapatok Kínában is. Nekem pedig néhány barátomat pont nemrég utasították ki Kínából a szolgálatuk miatt. And I'm sitting with them. I mean, it was a nice resort, you know. I'm sitting by the Mediterranean Sea. It's pretty awesome. És egyébként egy elég jó szituáció volt, hát ugye ott voltunk a földközi tenger mellett, nagyon kellemes. But I was gripped by this reality
that Jesus is not being worshipped in those nations that he paid the price for. De ahogy ott ültem, megragadott annak a valósága, hogy Jézus nem dicsőítik azok a nemzetek, akikért meghalt. And it's not okay that 5 times a day there is a prayer movement that exalts a name that is not God in the earth today. És nincs rendben az, hogy ez az ima mozgalom egy olyan nevet magasztal fel minden nap, amelyet még nem dicsérnek mindenhol a földön. It's not okay that for thousands of years there are people who are saying that God has no son. Nincs rendben az, hogy sok ezer éven keresztül is látjuk azt, hogy bizonyos helyeken még mindig nem vallják, hogy igen, tehát, hogy nincs rendben, hogy sok helyen még azt vallják meg több ezer év óta is, hogy Istennek nincs fia. And I believe that we're living on the precipice, on the edge of a move, and this is what revival is going to look like. It's going to look like what the Moravians did. Szerintem egy ébredés küszöbén állunk, és az ébredés hasonlóan fog kinézni, mint ahogy a morva misszionárisoknak. And in these days, you don't even have to fly. You don't even have to go on a boat. Manapság már csak nem is kell hajóba ülni. There's Wizz Air. Ott van a Wizz Air. You know, anyone can go. It's from everywhere to everywhere. The gospel must be preached. Bárhonnan eljuthatunk, bárhova, és hirdetnünk is kell így az evangéliumot. I don't even remember what the question was. Már nem emlékszem a kérdésre. But yeah. Viszont az így nagyon megfogott, ahogy mondtad, hogy ugye ott vagy a földközi tengerpartján, egy ilyen kellemes szállodában, és közben a szívedet összetöri egy fájdalom, hogy ugye vannak emberek, nem is kevesen, akik még mindig nem ismerik Jézust. És mivel a föld lakossága gyorsabb, tehát az a furcsa, hogy a misszióban olyan áttörések vannak, csak hogy tudjátok, hogy sokkal többen lettek az elmúlt 25 évben hívőkké, mint előtte bármikor. De a föld népessége olyan ütemben nő, hogy nem tud lépést tartani a misszió. És ezért az a furcsa, hogy mi is egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű városban, ebben a gyönyörű országban, egy szuper kontinensen, szerintem a legnagyszerűbb kontinensen, bocs. És mégis a szívünket összetöri ez a fájdalom, hogy mintha azt érezném, hogy így... Mintha nem tudom, hogy ti érzitek-e ezt, mintha lenne egy ilyen belefáradás az európai kereszténységbe, hogy így... Miközben úgy tűnik, hogy egész Ázsia a térdeim van, hogy Afrikában annyian térnek meg, hogy nincs elég pásztor, aki tudná tanítványozni az új hívőket. Addig mi itt küszködünk egy kicsit, és hogy tudunk ebben tovább lépni úgy, hogy nem akarunk egy ilyen törvénykező önostorozásba átmenni, hogy gyerünk, legyünk buzkóbbak, mert buzkónak kell lenni. De hogy szerinted mitől élethet fel ez a tűz, ami most ott történik Ázsiában és Törökországban és ezekkel a misszionáriusokkal? I think it's all in here, man. Szerintem itt van ebben. You know, as you were talking, and I know we talked about some of these questions this morning, but it's totally different today. That I feel like even the need is that the Lord would. So in Matthew chapter 9. Szóval a Máté 29-ben, you know, látjuk. Jesus says that he looked at the multitudes Jézus, and he had compassion on them. Jézus kinézett a sokaságra, és megindult a szíve. Because they were like sheep without a shepherd. Mert olyanok voltak, mint egy nyáj pásztor nélkül. How many of you know that verse? Ki az, aki ismeri ezeket a verseket? Yeah. And right after that he says, therefore ask or pray to the Lord of the harvest to send forth laborers. És közvetlenül ezután azt mondja, hogy ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldje ki a munkásokat. So the crowd were like sheep without a shepherd. Szóval a nép olyan volt, mint egy nyáj pásztor nélkül. And Jesus said, pray for laborers to go. Jézus pedig azt mondta, hogy imádkozzatok, this shows me that the laborers who are being sent are actually supposed to be shepherds. Szóval azok a munkások, akik ki vannak küldve, nekik pásztoroknak kell lenni. And in John 10, Jesus describes what a shepherd is like. És a János 10-ben Jézus leírja azt is, hogy milyen egy ilyen pásztor. And you know what he says about a shepherd? Tudjátok, mit mond a pásztorról? He says a shepherd is one who lays down his life for his sheep. Azt mondja, hogy a pásztor az, aki leteszi az életét a juhokért. You know, I used to think, you know, like my parents were in ministry and all that. I used to think laying down your life means, you know, maybe 3 times a week they go to church for a meeting. Az én szüleim szolgálók voltak, és én sokáig úgy gondoltam, hogy a leteszi az életét, az azt jelenti, hogy hetente 3-szor is bemegy ilyen kis meetingre. Or instead of going to vacation, we go to church camp. Vagy hogy a családi nyaralás helyett mi gyülekezeti táborba megyünk.
I thought that's what it meant. Én azt hittem, hogy ezt jelenti a szolgálat. But if you look at the context of the world today, and if you look at the task that remains for the gospel to be preached. De hogyha megnézzük az előttünk álló feladatot az evangélium hirdetésével kapcsolatban, it suddenly becomes clear to me why Jesus wants shepherds to go. Akkor hirtelen sokkal világosabb, hogy miért akarja Jézus, hogy pásztorok érkezzenek. He contrasts shepherds with hirelings. Hirelings, people who are hired. Szóval a pásztorokat itt Jézus a béresekkel állítja szembe. And he says hirelings actually they disappear when threats come towards the sheep. Azt mondja, hogy a béresek, amikor a bárányokat veszély fenyegeti, akkor eltűnnek. Can you imagine bringing the gospel to a hard and dark place, say a Muslim town, where for them to convert it means that they could be killed? De képzeljétek csak el, hogy például egy olyan muszlim helyen hirdetik az igét, ahol ha az ember megtér, akkor az élete kerül veszélybe. And for them to say Jesus is the son of God means that they're committing the unpardonable sin in Islam. Hogyha ők kimondják, hogy Jézus Isten, ezzel ők elkövetik a megbocsáthatatlan bűnt az iszlámban. And then, you know, we don't get finances or we get a bit nervous about the situation and then we leave. És képzeljétek el, hogy ebben a szituációban akkor úgy vagyunk vele, hogy egy kicsit zavarba hoz, és inkább elmenjünk. What kind of picture does that present to them? Ez milyen képet fest feléjük? But that's why Jesus said a shepherd lays down his life for his sheep. De pontosan ezért mondja Jézus, hogy a jó pásztor leteszi az életét. And Jesus didn't just preach it, he actually demonstrated it when he went to the cross. És Jézus ezt nem csak mondta, hanem be is mutatta azzal, amikor felment a keresztre. And then he tells us no servant is greater than his master. És utána pedig azt mondja, hogy egy szolga sem lehet nagyobb az uránál. And he says go lay down your life. És azt mondja, hogy tegyétek le ti is az életeteket. Not just for your friends. Ne csak a barátaitokért. For your enemies. Hanem az ellenségeitekért. Because that's what we were before Jesus died for us. Mert mi is ellenségek voltunk, mielőtt we Jézus meghalt értünk. Mi is az ő ellenségei voltunk. And again, I forgot the question. Megint elfelejtettem a kérdést. Igazából csak mondok valamit, aztán visszaadom a mikrofont, és hagyom, hogy folytassa. Jól csinálod. Talán ezzel fogom befejezni. Hogy az utolsó kérdés, figyelj. I'm messing with you, you know? So, hogy tudom, hogy egy olyan ajándékod van, és ezt így megtapasztaltam személyesen, hogy működik benned a prófétaság ajándéka. És tudom, hogy ez nagyon sok ember számára ilyen furcsa dolgot jelent, tehát hogyha valaki profétál, akkor valami furcsa hangon beszél, furcsa dolgokat mond. De hogy megtapasztaltam ezt, hogy így rám néztél, a szememben néztél, mondtál valamit, és éreztem, hogy ezt Isten mondja. És ez egy szép ajándék. És szeretném most így megadni a lehetőséget, hogy tudom, hogy egy néhány napja itt vagy Magyarországon, és Isten így rakott dolgokat a szívedbe ezzel a néppel kapcsolatban, hogy van-e bármi, amivel így tudsz minket építeni, bátorítani, vigasztalni, mert ugye ez a profécia Korintus 1 Korintus 14 alapján. Wow. You know, someone said that you can only speak into something that you love. Lehet azt mondani, hogy csak olyasmiről lehet beszélni, vagy olyas valakinek, akit szeretsz. That you only have authority to speak into something that you love. Csak azzal kapcsolatban van hatalmad szólni, amit szeretsz. And I've been here a couple days. Úgyhogy voltam már itt, vagy tekintélyen, bocsánat. I haven't seen all your tourist sites yet. Voltam már itt egy pár napot, még nem láttam az összes turista látványosságot. I hear there's a Buddha castle. Hallottam a budai várról. And I hear that there's really good food. És úgy hallom, hogy jó itt az étel. But I'm going to do that tomorrow. So erre if you see me wandering Budapest holnap, tomorrow, say hi. Úgyhogy holnap esetleg összefutunk Budapesten, akkor majd but most people rá. Who come to Hungary, they fall in love with all these things. A legtöbben, akik ide jönnek Magyarországra, ők nagyon-nagyon megszeretik ezeket but a dolgokat. But the past 2 days, I've just been with people. Az elmúlt 3 napban viszont én a legtöbb időt emberekkel töltöttem. I've been with Hungarians. A magyarokkal. And I've fallen in love with you guys. És szerelembe estem a magyar emberekkel. There's something special about you. Van valami nagyon különleges. And something that the Lord is so jealous for. Amit igazából nagyon irigylek. You know, sometimes when I'm thinking about the redemptive purpose of a nation, I look at what the enemy is doing. Néha, amikor elgondolkozom azon, hogy az üdvösség szempontjából mi a szerepe egy nemzetnek, akkor belegondolok, hogy mit csinál az ellenség. Like we don't give glory to the enemy, but he's actually pretty smart.
Ugye nem dicsőítjük az ellenséget, de elismerhetjük, hogy néha igen okos. He's been around for a long time. Már van némi tapasztalata. And here's the thing, you guys, when you went through that season of being under communist rule. És amíg Magyarország kommunista diktatúra alatt volt. One of the things, many things were taken, many things were squashed, but one of the things that was assaulted was actually beauty. Sok dolgot elnyomtak, de az egyik ilyen dolog, amit elnyomtak, az a szépség volt. You know, we were driving around and Attila was telling me that some of the buildings that existed during that period were just for use. There's no beauty. They were not trying to build something that was beautiful. Igen, Attila is mondogatta nekem, hogy így körbevezettünk a városon, hogy egy csomó épületnek, amit felhúztak, igazából csak funkciója volt, és semmi szépség nem volt benne. Ugye Attila mondta, a szociális panelházak. And the comment that he made was that it's not enough for the soul. És ugye erről azt látom, hogy ez így nem elég a léleknek. And I agree. És tehát ez az, amivel én is egyetértek. How many of you look into the mirror each day and just go, oh, that'll do. Hányan vagytok azok, akik reggel belenéztek a tükörbe, és úgy vagytok vele, hogy hát na jó, ez így jó lesz, megteszem. I've got no boogers in my nose, I'm fine. Nem nagyon taknyos az orrom, jó lesz ma. You take time to look good. Nem, hanem időt szánunk arra, hogy jól nézzünk ki. You know, how many of you, when you look at the sunset, you're glad that God was not communist? Amikor a naplementét nézitek, akkor hány ember örül annak, hogy Isten nem volt kommunista? I mean, what if every day was just a gray sunset? Na, mit szólnátok ahhoz, ha minden naplemente szürke lenne? No one's gonna paint that, right? Senki nem festené le, ugye? And so I feel like there has been assault on the place of beauty because beauty reflects the nature of God. Szóval úgy látom, hogy a szépséget elnyomták, és a szépség egyébként Isten természetét tükrözi. You know, God is the most beautiful. Like if you look at beauty, like God is more beautiful than any beautiful thing you could ever think about. És Isten az, aki az elképzelhető legszebb dolognál is szebb. You read Revelation 1, you read Revelation 4. They're descriptions of his beauty. And we were actually made to gaze upon the beauty of God. Ha elolvastátok a Jelenések könyve első vagy negyedik fejezetét, ebben láthatjátok az ő szépségének a leírását, és minket pedig azért alkotott, hogy az ő szépségét nézhessük és láthassuk. But now, after the communist rule, there's something else that the enemy is trying to do. De most a kommunista időszak után az ellenségnek egy új célja van. Now he's trying to pervert beauty. Most megpróbálja eltorzítani a szépséget. We were driving down one of the boulevards and there was like a 5-story high billboard of a woman's butt. Ugye így mentünk az úton, vezettünk az autóban, és láttunk egy 5 emeletnyi magas plakátot egy női fenékről. I'm from a conservative Asian nation. És én egy elég konzervatív ázsiai országból származom. Like, what's wrong with that? Úgy ott, hogy ezzel meg mi van? And he said, you know, it's to attract your attention. És mondta Attila, hogy az a célja, hogy magára vonja a figyelmet. And he was like, yeah, and they're selling Coca-Cola. És egyébként a Coca-Colát próbálja eladni. I'm like, you don't drink Coca-Cola with your butt. Like, de mondom, hogy a Coca-Colát nem a fenekeddel kell meginni, nem? Hát most mi van? And so, and then suddenly, when I was thinking about it, I realized that the enemy has stopped trying to remove beauty, but now he's actually trying to pervert beauty. Belegondoltam a helyzetbe, és rájöttem, hogy az ellenség most már nem elnyomni próbálja a szépséget, hanem eltorzítani. There's a reason why this part of Europe has the most, like the porn industry is the strongest. És megvan az oka annak, hogy a pornóipar Európának ezen a részén a legerősebb. And all of a sudden we stop seeing the beauty that the Creator has placed within us. És így ennek az eredményeként egyszer csak elkezdjük, vagy egyszer csak nem látjuk már többé azt a szépséget, amit Isten. If I were to ask you, and don't put up your hand, but if I were to ask you if you think that you're beautiful or handsome, how many of you would actually be okay saying I believe that I'm beautiful on the inside and out. És nem kell feltennetek a kezeteket, de hogyha megkérdezném, hogy hányan gondoljátok, hogy szépek vagytok, see, akkor hányan tennétek fel a kezeteket? See, I believe the Lord has actually placed something in Hungary that is to ignite beauty, the pursuit of beauty in the nations of the earth. Szóval szerintem Isten valami olyasmit helyezett el a Magyarországba, ami felébreszti ezt a szépséget a világ nemzetei felé. There's a reason why you have Hungarian composers like Liszt and Bartók. És nagyon jó oka van, hogy vannak olyan nagyszerű zeneszerzőitek magyarok, mint Liszt. There's a reason why you guys created the Rubik's Cube. És jó oka van annak, hogy ti találtátok fel a Rubik kockát.
there is an intelligence and there is a beauty and there is a creativity that is in you as a people that God is jealous for. A magyar népben van egy Istennek nagyon-nagyon fontos és kedves intelligencia és szépség, kreativitás. And the thing, the key to all of that, ehhez a kulcs, or the door to all of that, I should say. Vagy efelé az ajtó. I'll say it one last time today. Attila told me I can't say this anymore after this. És Attila azt mondta, ezután nem mondhatom el ezt többször, de elmondom még egyszer. Is that the Lord wants to awaken hunger in Hungary. Hogy Isten szeretne éhséget ébreszteni Magyarországban. The Lord often speaks to me in puns like that. I love it. Isten ilyen szóviccekben szól hozzám, királynom. But I believe that's actually a word for you as a nation. De szerintem ez tényleg egy olyan ige, ami nektek szól. If you would begin to hunger after what is true and what is right. Ha elkezditek éhezni azt, ami igaz és ami helyes. If you would begin to posture your heart so that you would hunger after the things that are beautiful, true beauty. Hogyha a szívetekkel az igazi szépségre kezdtek el vágyni. I believe that you guys, this little nation of 9.8 million people, akkor hiszem, hogy ez a kis nemzet, a maga 9,8 millió emberével, you have within you the ability to impact the nations of the earth. Képes arra, hogy a világ nemzeteire legyen hatással. And you guys are a beautiful people. És gyönyörű nép vagytok. Beautiful. Gyönyörűek vagytok. Nagyon szépen köszönjük. Az a furcsa, az ilyen interjú helyzetekben sokkal gyorsabban megy az idő, mint ahogy gondoljuk, viszont alig fél óránk maradt, amíg lehet itt zenélni, és azt hiszem, hogy az a legjobb válasz ezekre a gondolatokra, hogyha így megyünk és dicsőítjük az Urat tovább. Úgyhogy fogjuk kérni, hogy akkor vezess minket a dicsőítésben, illetve hát az egész csapattal együtt, úgyhogy Andris, gyertek fel nyugodtan. Úgyhogy szeretnénk nagyon megköszönni, és fogunk még imádkozni Joshért, mert egy olyan időszakban van, amikor éppen készül arra, hogy Szingapurba költözzön, és létrehozzon egy olyan képzőközpontot, ahol ilyen 20 éves fiatalokat fognak kiképezni misszionáriusnak arra a célra, hogy a legsötétebb helyekre a Földön elmenjenek. Úgyhogy fogunk érte imádkozni, és közben Andris, nyugodtan kezdjetek el dicsőíteni. És titeket pedig arra foglak bátorítani, ahogy elkezdődik a dicsőítés, itt leszünk néhányan oldalt. Hogyha volt bármi a ma estébe, amit Isten így felhozott a szívetekben, akár ezzel a megosztott szívvel kapcsolatban, akár a misszióval kapcsolatban, az elhívással kapcsolatban, akkor gyertek oda nyugodtan, mindkét oldalon leszünk fiúk, lányok, és imádkozzunk együtt. Azt hiszem, hogy Isten, ahogy most is így Joshon keresztül mondta, hogy szeretné az imát így fölpesdíteni bennünk, úgyhogy legyünk ebben így aktívak. Úgyhogy fogunk imádkozni Joshért, és nyugodtan kezdjetek el játszani, utána én itt eltűnök. So we are going to pray for you as you're moving to Singapore. So I just told them that you're moving there, just so you know. Imádkozzunk. Atyám, szeretnék hálát adni neked ezért az estéért. Azért, hogy neked mindig van aktuális üzeneted, neked mindig van profétai szavad a tieidhez. És köszönjük, Urunk, hogy a szeretetednek lehetünk a tanúi. Hogy te akarod a mi teljes szívünket, mert szeretnéd, ha betöltenénk azt a célt, amiért teremtettél. Uram, imádkozom azért, hogy mindaz, ami itt elhangzott, az így menjen tovább a szívünkbe, és teremjen gyümölcsöt. És külön imádkozok Joshért, köszönjük, hogy őt elhoztad, és szeretnénk imádkozni, ahogy most megy tovább, és az év folyamán valamikor Szingapurba költözik, és elkezdi a munkát ezen a misszionárius képzőközponton, Uram, hogy a te kegyelmed legyen vele, a te áldásod legyen vele, a te szereteted és a te vezetésed legyen ott ebben az egész projektben. És Uram, imádkozom azért, hogy itt Magyarországon gyújts újra egy missziói tüzet, Uram. Vagy ha ott is van, gerjesz fel még jobban. Szeretnénk, Jézus, ha megkapnád a szenvedéseidnek a jutalmát. Ebben a nemzetben és a körülöttünk élő nemzetekben és az egész Földön. Imádkozom azért, hogy használj minket ebben a te dicsőségedre. Jézus nevében imádkozok. Amen.
gonna sing this song. But I just feel even now in this moment that one of the things the enemy does is he makes us feel like we're not worthy. Az ellenség akár a szívünkre helyezheti ezt a gondolatot, hogy nem vagyunk méltók. And when the Lord says that there is beauty inside of us, the enemy says you're ugly. Hogy van bennünk szépség Istentől. And one of the things that stops us from receiving His love is shame and guilt because of failure. És az egyik dolog, ami visszatarthat minket attól, hogy elfogadjuk Isten szeretetét, az az, hogy As we begin to sing this song, if you know that there's areas of your life and you feel like you've failed, ez a szégyen, és hogyha van ilyen dolog az életünkben, hogy let the truth of what we're singing come into your heart. Let the truth of what we're singing change your heart. Hogy az igazság, ami az igében van, az most begin to reach out to Him. A szívedet. This time is for Him to minister to our hearts. Itt az ideje, hogy találkozzunk vele, és hogy megengedjük, hogy Isten a szívünkhöz szóljon. A thousand times I failed, your mercy remains. Should I stumble again, so I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Hey, in my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Oh. Lágyat, és az én célom az, hogy megtagadva magam eléd boruljak, örök fényed az idővel elhúlik el, a dicsősége véget nem ér a szürkőre. Oh, az a szívem még daddy, I'm free. Grief is to cut my tension. Uram, a szívem felét kinyújt csak ez így, hogy átöleljen. Control, consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside, my heart and my just embrace, become my embrace.
beyond all faith, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out, my heart and soul, my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Just want to pray right now for anyone here who feels that you're under the weight of guilt and shame. Mindenkiért, aki úgy érzi, hogy it might be something that you've done or something that you didn't do. Lenyomja, hogyha van valami, amit tettél vagy nem tettél meg. But the word of God says that him whom the Son sets free is free indeed. Isten igéje azt mondja, hogy akit a Fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. And if that's you right now, just in the quietness of this moment, just place one hand on your heart. Hogyha te így érzed magad szégyen és bűntudatban, akkor kérlek, hogy csak tedd a kezedet a szívedre. Father, right now, in Jesus' name, Atyám, Jézus nevében, we ask, Holy Spirit, that you would come and pour out the love of the Father into every heart. Kérünk Szentlélek, hogy jöjj és töltsd ki az Atya szeretetét minden szívbe. Your word says that when our heart condemns us, a te igéd azt írja, hogy amikor bárki elítél, that God, you are greater than our heart. Istenem, te nagyobb vagy annál. And right now you're speaking over each heart in this room. És jelenleg minden szívhez szólsz ebben a teremben. Every heart that feels condemned, minden szívhez, amely károsztatást érez. Right now speak over them the life of Christ. Kérlek, hogy szóld Jézus, a Jézusban levő életet. The resurrection power that raised Jesus from the dead. Azt a hatalmat, ami a feltámadásban. It empowers you to live rightly before God. Jézus feltámasztotta. Neked is hatalmat ad arra, hogy Isten eljöjj. It empowers you to pursue beauty and holiness. Hogy keresd a szépséget és a szentséget. So right now, in this room, I pronounce freedom over captive hearts. Itt is most szeretnék szabadságot imádkozni. Break the chains of condemnation, God. Istenem, kérlek, hogy törd meg a rabság láncait. Break the chains of guilt, God. Törd meg a szégyen láncait. Holy Spirit, come and do what only you can do. Szentlélek, jöjj és végezd azt a munkát, amit csak te tudsz. Oh, sing that one more time. In my heart, in my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
will tore before you. You silence the boast of sin and rain. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever. Nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. 'Cause you have the name above all names. Come on, just sing this to the Lord. You are worthy of all praise. Just sing in whatever language you want to. My heart will sing, how great is our God. You have the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. One last time, every voice in this room. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great. Come on, hungry, lift your voice. You have the name above all. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear.
child of God. You're singing Hungarian. Lehet, hogy ahogy így éneklünk és az Úr jelenlétében vagyunk, vagytok itt néhányan, akik
azt mondjátok, hogy ez olyan jól hangzik, de én ezt még nem érzem. Ez velem még nem történt meg, hogy nem tart fogva semmi már, fiat vagyok, atyám. Az evangélium az, hogy ma, ha az Úrhoz fordulsz, és azt mondod, hogy a tied akarok lenni, hiszek benned, Jézus, hogy meghaltál a bűneimért, és feltámadtál értem. Abban a pillanatban a Szentlélek elpecsétel, és igaz lesz rád, hogy Isten fia vagy, Isten lánya vagy. Úgyhogy szeretnék most imádkozni, és ha van itt bárki, aki szeretné ma odaadni az életét Jézusnak, akkor kérlek, hogy magadban, minden látványosság nélkül imádkozz velem ezeket a szavakat. És ha ezt a szívedben imádkozod, akkor ott meg fog történni egy változás, ami soha nem fog visszafordulni. Imádkozz velem, Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy szeretsz engem. A mai nap úgy döntök, hogy követlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg a bűneimet, és gyere az életembe. És a mai naptól fogva legyél az Uram, legyél az Istenem, legyél a megváltóm, és legyél a barátom. Én nem fordulok vissza. Fiad vagyok, atyám. A Jézus nevében. Amen. Ha most elmondtad ezt az imát életedben először, akkor most már elénekelheted velünk együtt a refrént. Fiad vagyok, atyám. Csak azért, hogy tudjunk ünnekelni, szeretném kérni, hogyha valaki ezt az imát most először imádkozta velem együtt, megtennéd, hogy felemeled a kezed. Csak hogy tudjunk veled ünnepelni. Látok egy kezet. Még egy kezet láttam. Egy harmadik kezet is látok ott hátul. És tudjátok, ezekért Isteni a dicsőség. Úgyhogy köszönjük is meg neki ezt a három ember. Kérlek, hogy ti, akik feltettétek a kezeteket itt az alkalom után, nagyon örülnék, ha odajönnétek hozzám. Szeretnélek bátorítani titeket, imádkozni egyet értetek, ahogy elkezditek ezt az új fejezetet. Mi pedig énekeljük el még egyszer a refrént így teljes szívünkből az Úrnak. És aztán bezárjuk az estét. Nem tart fogva semmi már, fiad vagyok, atyám. Nem tart fogva semmi már, fiad vagyok, atyám. Együtt. Atyánk, köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük, hogy te egy ilyen Isten vagy, aki ébrezgeted a szívünket, aki nem csak a jó hírt hozott, hanem hozod azt is, amivel szembe kell néznünk, Uram, de tudjuk, hogy a szereteted miatt van ez. És Uram, imádkozom, hogy ez az egész este, amit elhangzott az énekekben, a tanításban, az interjúban, teremjen gyümölcsöt a szívünkben, az életünkben, és az országunkban, és a kontinensünkön. Kérlek, hogy használj minket, ahogy kezdődik a hétfő. Töltsd be minket a szent lelkeddel, hogy a te erőddel mehessünk bárhova hívtál minket. Vezess minket, lélek. Add, hogy benned teljesen megbízunk, és te erőddel menjünk. És Isten minden embere azt mondta, hogy Amen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük Joshnak, hogy jött Magyarországra. Lehet, hogy vissza kell még jönnie. Nem tudom, majd meglátjuk. Malajzia itt van a szomszédban. Andris, köszönjük, és az egész csapatnak, hogy vezettetek minket. És a büfé még nyitva lesz. Legyetek közösségben, ne rohanjatok el, ha tehetitek. Beszélgessetek, imádkozzatok egymásért. Kávézzatok, sütizzetek, bátorítsátok egymást. És jövő héten találkozunk. Gyügyi Laci fog tanítani Jónásról. És Mike fog dicsőíteni, úgyhogy egy nagyszerű este elé nézünk. Isten áldjon titeket, legyen áldott hetetek. Sziasztok!
Yes.